Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Újvári Edit vagyok, a Juhász Gyula Pedagógus Képzőkar Művelődéstudományi Intézetének intézetvezetője. A mi intézetünk nagyon különleges abból a szempontból, hogy olyan jellegű képzéseket gondozunk, amelyekben az egyéniség, a közösség áll a középpontban, kultúrával, könyvtárral, közösséggel kapcsolatos szakokat lehet nálunk tanulni. A következő képzéseket indítjuk a következő tanévben is, amelyre jelentkezni lehet. Alapszakok közül a közösségszervezés BA a legfontosabb szakunk, amelyben rengeteg olyan jellegű tantárgy van, amely a kultúra közvetítés, illetve a humán erő fejlesztéshez kötődik. Ennek részletes szakismertetéséről is mindjárt szó lesz. Ugyancsak intézetünkben lehet jelentkezni kulturális mediáció masterképzésre és andragógia masterképzésekre, amelyek az alapszakra épülnek. Mindemellett könyvtáros tanárképzés is elérhető az intézetünkben. Ez osztatlan tanárképzés, amely számos szakpárhoz kapcsolódik, erről is hamarosan egy kicsit részletesebben is ismertetést fogunk nyújtani. Valamint a közösségi művelődés tanárszak szintén az intézetünkben indul, hasonlóképpen számos más tanárszakkal együtt választható. Úgy vélem, hogy intézetünk legfontosabb erénye a hallgatóközpontúság. Rengeteg olyan eseményt szervezünk, amelyben hallgatók és a tanárok közösen vesznek részt. Nagy lehetőséget biztosítunk a hallgatók számára, hogy egyéni ötleteiket, programszervezési ötleteiket megvalósíthassák. A látható elérhetőségeken mindenről részletesen kérdezhetnek, akár e-mailt is írhatnak nekünk, honlapunkon pedig tájékozódhatnak a szakokról. Most pedig átadom kollégáimnak a szót, akik ezekről a szakokról egy kicsit részletesebb tájékoztatást adnak Önöknek, és nagyon sok szeretettel várjuk Önöket. Én Molnár Gizella vagyok, a közösségszervező alapszak szakfelelőse. Az alapszakunk nagy hagyományokra épül hosszú évtizedek óta, képez az intézetünk kultúra közvetítő szakembereket. Bár korábban ezeket a szakokat másként nevezték, művelődés szervező andragógia alapszakjaink voltak, és 2017 óta közösségszervező alapszakra várjuk a közösségek, a kultúra közvetítés iránt érdeklődő kedves jelentkezőket, mégpedig olyanokat, akik jól kommunikálnak, akik szeretnek jönni, menni, intézkedni, akik úgy gondolják, hogy fontos a kultúra, fontos az emberi erőforrás fejlesztése, és fontos az élethosszig tartó tanulás. Az alapszakunknak az a nagy előnye, hogy bár 6 fél éves képzés és BA szakként szerepel, azonnal piacképes oklevelet, piacképes diplomát kapnak a nálunk végzett hallgatók, és nagyon nagy részük néhány hónapon belül el is tud helyezkedni a saját szakterületének megfelelően. Egyébként azon túl, hogy kultúra közvetítő szakembereket képezünk, 3 szakirányból lehet választani, mégpedig a kulturális közösségszervező, az ifjúsági közösségszervező és a humánfejlesztő szakirány. Maga a képzés 2 nagyobb részből áll, ennek megfelelően a közös alapozó képzés, amelyet mindenki tanul, a kultúra közvetítés, ennek történeti, filozófiai, szociológiai és egyéb társadalomtudományi aspektusaival, illetve a közösségszervezés, a közösségek szerepe a kultúra közvetítésben, a kultúra közvetítés intézményrendszere, és nem utolsó sorban a napjainkban igen fontos digitális vagy online kultúra közvetítés területe. A közös képzési szakaszt követően a választott szakiránynak megfelelő szakirányú képzéssel folytatódik a képzés,
természetesen a kulturális közösségszervezők, művelődési házakban, könyvtárakban, civil szervezeteknél, egyházi szervezeteknél, önkormányzati szervezeteknél tudnak majd elhelyezkedni, illetőleg a képzésük is és a hozzá kapcsolódó szakmai gyakorlat is erre fókuszál. Hasonlóképpen az ifjúsági közösségszervező szakirány ugyanezt teszi, de egy nagyon fontos korosztályra, a fiatalokra fókuszálva. A humánfejlesztő szakirány pedig az élethosszig tartó tanulást, a felnőtt képzést, a szakképzést ismerteti meg részletesebben a hallgatókkal, és próbálhatják ki magukat ezen a területen, szakmai gyakorlaton is, természetesen nem mint oktató, hanem mint felnőtt képzést szervező munkatárs. A három szakirány hallgatói egyébként természetesen együttműködnek, még az utolsó fél években is vannak közös kurzusaik és számos olyan gyakorlati munka, amelyet ők találnak ki és együtt szeretnének megvalósítani. Ez lehetséges mindvégig a képzés során. Amire még szeretném felhívni a figyelmet, hogy a kevésbé gyakorlatorientált, inkább tudós típusú, kedves leendő hallgatóink is megtalálják a számításukat, hiszen nagy hagyományokkal rendelkező tudományos diákköre van az intézetünknek, a legkülönbözőbb tudományos kutatásokba tudnak a hallgatók is bekapcsolódni, már az alapszakon is, nem csak a későbbi mesterszakon. Sziasztok, Petra vagyok, ifjúsági közösségszervezés szakirányon tanulok, és hát igazából erről a szakirányról azt kell tudni, hogy leginkább úgy értelemszerűen a fiatalokkal foglalkozunk, és szerencsére a harmadik fél évtől nagyon-nagyon sok terepre járunk, és nagyon sok gyakorlati óránk van, és nagyon közvetlenek a tanáraink is, és nagyon sok gyakorlattal rendelkeznek ők is a terepen, és nagyon sok ismerettséggel és kapcsolatokkal, amivel minket is megismertetnek, és ezáltal nekünk is a végzés után nagyon sok kapcsolatunk lehet, amihez nekünk csak a hasznunkra válhat, hiszen a kapcsolatok az alapja ennek az egész szaknak és szakiránynak. Ezeken az órákon leginkább foglalkozunk ifjúsággal, az ifjúság és a média kapcsolatával, foglalkozunk ifjúsági közösségek szervezésével, ifjúsági közösségi terekkel, illetve ifjúsági közösségi teret is hoztunk létre most nem is olyan régen, illetve konferenciákra járunk Budapestre, és hát szerintem ez amúgy egy tök jó dolog, meg nagyon hasznos és nagyon jó kapcsolatokat lehet kialakítani akár országszerte. Másrészt viszont ugye mi általában nagyon kevesen vagyunk, és így egymással is sokkal szorosabb a kapcsolatunk, és sokkal inkább tudunk együttműködni, és később sokkal inkább egymásra fogunk úgymond hagyatkozni. És így az egymás kapcsolataiból is szedegethetünk, és válogathatunk, és egymás kapcsolataival is dolgozhatunk a későbbiekben. Sziasztok! Én Frankó Tamara vagyok, végzős közösségszervezés szakos hallgató. Én a kulturális szakirányon vagyok, viszont most egy picit az egész szakról mesélnék. Bár újakat nagyon nem tudok mondani, mert mindent elmondtak előttem, viszont alátámasztani tudom az elhangzottakat, hogy tényleg egy olyan képzésben vagyunk most éppen már majdnem a végén, amiben megtanuljuk az elméleti dolgokat, viszont azokat rögtön alkalmazni is tudjuk, és olyan mindennapi rendben használt tudást sajátítunk el, aminek tényleg van haszna. Illetve még a hallgatók és az oktatók, hát hogy mondjam, együttműködését emelném ki, mert nem minden esetben ez a klasszikus tanárdiák hallgató-oktató viszony, hanem teljesen partnerként vagyunk kezelve, nem félünk oda menni az oktatókhoz, bírunk együtt dolgozni projekteken, órákon, és szerintem ez egy nagyon fontos dolog ezzel kapcsolatban, mivel azt tanuljuk, hogy hogyan dolgozzunk közösségben emberekkel,
és ezt már most elkezdjük így a nulladik lépésben. A másik dolog, amit még kiemelnék, az a tudományos élet, amiben mi is részt vehetünk, ugyanis tudunk menni TDK-zni, és ez is egy teljesen együttműködés az oktatóinkkal. Nem erőltetik ránk, hanem mi ki tudjuk választani, miből szeretnénk, és aztán partnerként megírunk egy olyan dolgozatot, amivel aztán elindulhatunk akár a tudományos életben. Sziasztok, Máté Tekla vagyok, harmadéves közösségszervező hallgató. Én humánfejlesztő szakirányon tanulok. Ezt mindenképpen azoknak ajánlom, akiket érdekel az élethosszig tartó tanulás, érdeklik, hogy hogyan kell felnőtteket képezni, magát a képzésnek tervezése, szervezése. Az előttem szólókhoz hasonlóan a gyakorlati képzést tudom kiemelni, ami szerintem az egyetemen egyedülálló, mert olyan helyekre jutunk el, amire egyébként nem biztos, hogy más szakirányokon, más szakon el tudunk jutni. A közösség itt nagyon erős, ezért, hogyha szeretnél egy jó bandához, közösséghez tartozni, akkor mindenképpen én ajánlom figyelmedben a mi szakunkat, és ezen belül a mi szakirányunkat. Sziasztok, Osztályban Fanni vagyok, harmadéves kulturális közösségszervező szakos hallgató. Arra szeretnének biztatni benneteket, hogyha érdekel titeket a rendezvények, a kultúra, a művészeteknek a világa, akkor jelentkezzetek erre a szakra, hiszen itt nem csak az elméleti tudást sajátítjátok el, hanem rengeteg szakmai tapasztalatot is gyűjthettek a képzés során. Ilyen volt például az idei 28. országos közművelődési konferencia, amit mi szerveztünk hallgatóknak. A koronavírus járvány miatt sajnos nem tudtak jelen lenni a különböző egyetemeknek a közösségszervező hallgatói, de így is a 3 év folyam jelen volt, valamint még a tanáraink is ott voltak, és nagyon nagy élmény volt számunkra ez az egész. Sziasztok, Ceglédi Viola vagyok, harmadéves közösségszervező hallgató kulturális szakirányon. Válasz minket, hogyha egy olyan klassz alapműveltségi tőkét szeretnél megszerezni, amiből a jövődben tudsz táplálkozni végig, bárhová kerülsz is, hiszen mindezt a gyakorlatban is tudod majd rögzíteni. Válasz minket, ha szívesen tartanál örökségvédelmi sétákat, idegenvezetést a városodban, vagy szívesen tartanál művészeti megnyitókat is. A Művelődés Tudományi Intézet gondozásában két mesterszakra lehet jelentkezni, két mesterszakot működtetünk, mégpedig a kulturális mediáció és az andragógia mesterszak, amely a közösségszervező alapszakra épül, de nem csak a közösségszervező alapszakra, hiszen mindkét szakra bármely pedagógus végzettséggel várjuk az alapszakot végzett hallgatókat, szociálpedagógia, neveléstudomány, tanító vagy bármilyen tanárszak elvégzésével, illetve ezekkel az alapszakokkal lehet jelentkezni a mesterszakjainkra. Az andragógia mesterszak a felnőttképzés tudományába és a felnőttképzés területére vezet el bennünket, az élethosszig tartó tanulás technikai, módszertani, jogi, intézményi hátterét tanulják meg a mesterképzésben résztvevő hallgatók, mégpedig úgy, hogy nagyon gyakorlatorientált és kompetencia alapú képzés formájában kapják az ismereteiket, és ha végeznek a különböző felnőttképző intézmények, szervezetek, szakképző centrumok, szakképzési intézmények és civil szervezetek és a legkülönbözőbb területek felnőttképzési feladatait láthatják el. A kulturális mediáció mesterszak a kultúra közvetítő szakemberek mesterszintű képzését szolgálja. Valójában a kultúra, és környezete egy sokkal tágabb kontextusba kerül a mesterszakos képzések során, és itt is a gyakorlatorientáltságra, a különböző új technikákra, módszertani lehetőségekre hívom fel a figyelmet, amelyekkel mind-mind megismerkednek
lehetnek a mesterszakos hallgatók, miközben persze elméleti ismeretként a működés törvényi hátterét és a legfontosabb szakmai ismereteket is elsajátítják. Mindkét mesterszak esetében tudományos kutatásra, tudományos diákköri tevékenység folytatására is van lehetőség. Szeretettel várjuk mindazokat, akik bármely bölcsész szakon vagy bármely tanárszakon végeztek, illetve a közösségszervező szakot végzett hallgatókat az ország minden részén. Sziasztok! Szeretettel köszöntelek titeket! Molnárné Urbanik Tímea vagyok, a könyvtáros tanárszak szakfelelőse. Ha szeret segíteni másoknak, ha érdekelnek a könyvek, ha kíváncsi vagy az értékes és hiteles információk megtalálásának és megosztásának módjaira, ha szívesen segítenél iskolásoknak, és szívesen vezetnéd be őket a könyvek és az információ világába, és ha mindezt szeretnéd hatékonyan, szakszerűen végezni, akkor sok szeretettel ajánlom a főszakod mellé magyar, történelem, matematika, angol vagy német szakod mellé a könyvtáros tanár második szakot, amivel nem csak két tanárszakot tudsz elvégezni, hanem egy szakma ismereteit is elsajátíthatod. Most pedig kérem, hogy hallgassátok meg a jelenlegi hallgatóink beszámolóit a szakról. Sziasztok, Vörös Balázs vagyok, másodéves angol, könyvtáros tanári szakos hallgató. A könyvtáros tanári szak egy kitűnő lehetőség arra, hogy a világ szinte bármely tájáról különböző hasznos és érdekes információhoz jussatok. Ezeket az információkat, ezt a tudást szinte bármelyik szakpáratokra rá tudjátok vetíteni, és használni is tudjátok majd azt. Sziasztok, én Bencsik Petra vagyok, angol nyelv és kultúra tanára, könyvtáros tanárszakos hallgató. Negyedéves vagyok az egyetemen, és nagyon szeretek ide járni, hiszen nagyon sok érdekes dolgot tanultam, ami a hasznomra válik az egyetemi életben és a mindennapokban is. Már az első évtől lehetőség van a hospitálásra, és nagyon jó a kapcsolatunk az intézményekkel. Gyertek ide, hiszen meg annyi lehetőség, és érdekes dolog vár rátok itt. A közösségi művelődés tanára szakról szintén szeretnék néhány gondolatot említeni. Olyan jellegű tanárszakról van szó, amely magyar, történelem, testnevelés, német nemzetiségi nyelv és kultúra tanárszakokkal párosítható, mint második tanárszak. Olyan diákok figyelmébe ajánljuk ezt a szakunkat, akik szeretik a nyüzsgést, akik úgy gondolnak magukra, mint akik egy rendezvényt remekül meg tudnak szervezni, le tudnak vezényelni. Iskolai programoknál is lehetőség van kibontakozni, maga a szakmai gyakorlat is ilyen jellegű lesz, de természetesen minden kultúraközvetítési intézménybe megfelelő a képesítés, aki ezt a szakot elvégzi nálunk. Összefoglalóan nagyon sok szeretettel invitálunk ide minden olyan középiskolás diákot, akik számára ezek a szakok, ezek a bölcsész alapú szakok megtetszenek, akik szeretik a kultúra világát, a könyvtár világát, a közösségi kultúrát, illetve a művelődési intézményeknek a világát. Gyertek hozzánk, és itt nagyon kellemes, jó, baráti környezetben fogtok majd helytállni és a diplomát megszerezni. Sok sikert kívánok az érettségihez és ezzel együtt a felvételihez.